Én bele vagyok szeretve. Most is bepárásodok. Bepárásodok tőle. Mert annyira szerettem őket. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ma közkívánatra újra Pogány Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lesz a vendégem. Ő jön. Ez egy kissé rendhagyó adás. Történt ugyanis, hogy pár héttel ezelőtt Pogány Judittal készítettem egy interjút, és itt a szavakon túlban történt ugyanígy, tehát 20 kifejezés nyomán beszélgettünk, és olyan hatalmas volt a követelés, hogy mi ezt folytassuk, hogy arra gondoltunk Pogány Judittal, hogy megpróbálunk még egyszer beszélgetni egy órát. Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy nagy sikere volt hozzám. Elképesztő visszajelzések érkeztek, nekem követelték. Nekem is. De egyébként ezt én provokáltam ki szerintem, mert azzal zárult, amikor nézd, hogy jaj, még ez sem, meg hogy én mennyit tudnék beszélni. Tehát, hogy ki provokálta. Nem provokáltam. Nem fogunk precedens teremteni, de önnel tényleg örömmel beszélgetek még egyszer. Mielőtt még rátérnénk a témákra, mert ugye felolvasnám a maradék kifejezéseket, ami az első részből maradt, azért az érdekelne, hogy azzal zártuk az első interjút, hogy közeledett egy bemutató, és félt a művésznő, hogy majd itt, ja Istenem, vörös szőnyegen kell vonulni. Ja, hogy sikerült? A film. Az Unoka című filmnek a bemutatója. Megtörtént, ott voltam. Nem volt semmi gáz. És mibe tetszett menni? Milyen ruhába? Csaltam. Nem saját ruhába mentem, hanem az egyik jelmezembe. Ó! Az egyik jelmezembe. Én rám, ismernek a jelmeztervezők, és gyakran adnak fekete ruhát. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy én magam járok, félcipő, nadrág, és valami kis zakó jellegű blúz vagy valami, és előfordul, hogy ilyesmibe öltöztetnek. Megmondom őszintén, hogy a következő szerepemben is úgy fogok nézni, mint a civilbe bemennék a színpadra, mert már ismernek, szóval tudják ezt a rigóját is. Sokat beszéltünk róla, ezért gondoltam, hogy visszautalok rá. No, de menjünk végig a fogalmakon, amit múltkor a művésznő meghagyott, mert ugye kiválasztott párat, de abban maradtunk, hogy ugyanonnan folytatjuk, tehát az eddig fel nem használt fogalmak közül választhat majd a művésznő. Neki könnyebb, őrangyal, távolságtartás, közegellenállás, sírva nevet, éles szem, tűrhetetlen, tandem, borongó, rossz időben, gyáva népnek, kölcsönhatás, hatodik érzék. Ugyanolyan nehéz, mint a múltkor. Nem mondtam, hogy könnyebb lesz. Hát egyszerűen most se, nem tudom, melyik ösztönömre hallgassak, vagy hogy legyen. És mi az, hogy őrangyal? Az őrangyal az ön pótanyukája. Az Eta. Eta. Ő hogy került önökhöz? Ha nem látta volna esetleg valaki az első részt, édesanyja, az édesapja halála után pszichológiai problémákkal küzdött, kórházba is került, önnek elég hányatott volt a gyerekkora, nevelőszülőknél hát is volt. Vegyes volt, a nagy boldogság is, és komoly problémák. És a család egyik támasza ő volt. És a nevelőszülő, tehát az igazi gyám, tehát a szülők elvesztése, vagy édesanyám betegsége miatt a hivatalos gyám, akit a gyámhatóság kijelölt, az megint egy másik, az egy hivatalos gyámnak kijelölt rokon, az vér szerinti rokon volt az unokatestvérem. De az Eta, ő egy Erdélyben szakadt magyar falusi családnak a 6 gyerek, és a nyomorúság elől jött át, 16 éves korában átjött Magyarországra. Ez még a háború eleje táján volt, tehát hogy mire én születtem, 44-ben már rég nálunk volt. Tehát ez még a 30-as évek vége felé. Kvázi ilyen cselédlány volt? Cselédlány. A húgával jöttek ketten, fölmentek Budapestre, és akkor kiváltották a cselédkönyvet. Ettől a pillanattól kezdve, egészen addig, amíg az ölembe halt meg, mert egyszer úgy esett össze, hogy még el tudtam kapni, és együtt estünk le a földre, és tehát az egész életembe vele éltem. Tehát, hogy tulajdonképpen a születésétől fogva. Egy születésemkor már nálunk volt. Már önöknél volt, és ön fogta, amikor meghalt. Sőt, ő akarta nagyon, hogy legyen, mert a bátyám már megvolt, mint egy gyerek, és édesanyám nagyon vacillált, hogy ő szeretne még egy gyereket, és apám meg Eta fogtak össze, hogy legyen maradjon meg a második gyerek. Kis túlzással neki köszönheti az életet. Igen, kis túlzással, igen. Igen, így áttétes. Hány éves korukig élt önöknél? Tehát hány éves korában halt meg?
Ő 86 múlt. 86 éves születésnapját még megünnepeltük, akkor a fiam meg a felesége, aki éppen fotós volt, akkor még jöttek, csináltak sorozatot róla. Nem tudom, mintha ösztönből megérezték volna, hogy valami emléket kell még létrehozni. Tehát lényeg az, hogy 86 múlt, és hát életem legnagyobb kapcsolata volt. Igen? Igen, életem legnagyobb kapcsolata. A legnagyobb alatt azt érte, hogy a legszorosabb, a legbizalmasabb? A legnagyobb, minden szempontból a legnagyobb. Tehát, hogy én őhozzá jobban kötöttem, mint édesanyámhoz. Édesanyám nem volt olyan gyerekmániás típus. Ő apám felesége volt. Tehát ő inkább ETA foglalkozott ebben. Mindent ETA csinált. Az igaz, hogy ETA? Amikor megtudta, hogy színésznőnek készül, vagy színésznő akar lenni, akkor nem beszélt önnel? Egy évig éltünk úgy egy lakásban, jöttünk, mentünk, hogy ő nem köszönt. Én köszöntem neki, és ő nem köszönt vissza. Nem szólt hozzám. Miért haragudott önre ennyire? Ő cigány életnek tartotta. Tehát ő nagyon megvetette a színészeket. Nagyon. Hát ahogy egy egészen földhöz ragadt, dolgos, falusi parasztember véleményezi a világot. De az borzasztó lehet egy fiatal embernek, hogy az élete álmáért küzd, ott van valaki, aki fontos neki, és nem fogadja a köszönését egy háztartáson belül. Nem fogadta. Hát fájt, de én akkor már nem tudtam visszakozni, tehát fölvettek a színházhoz, és akkor én már mentem. Hogy enyhült meg? Úgyhogy a szomszéd asszonyok nagy karcsapkodás. Jaj, Etuska, láttuk-e a Juditkát a színházban? Jaj, de aranyos volt. Tehát elkezdték a szomszédasszonyok mondani, hogy ők láttak, és hogy tetszett, meg ilyenek, és akkor egyszer csak elkezdett érdeklődni, hogy mit csinálsz te abban, vagy mi az a darab, mit csinálsz te ott, és egyszer csak eljött. Nehéz volt neki ez a visszakozás, és én nem is forszíroztam, tehát én tudtam, hogy ez nehéz neki. Tehát nagy önfeladással jár? Igen, igen. Tehát ő egy nyakas ember volt, nyakos ember volt, egy konok. Az, hogy ő elment, és tulajdonképpen békejobbot küldött, vagy adott így virtuálisan, az neki egy hihetet. Az neki egy katasztrofális nagy döntés kellett, hogy legyen az életében, hogy ő mégis megadja magát. És amikor ön sikeres lett, hát ünnepelt lett. A legnagyobb hódolom volt. Tényleg? Mindenbe tetszettem neki. Tehát nem létezett olyat csinálni, hogy én ne tetszek neki. Ez de jó. Mindent meg is nézett. Sajnos néhány nagyon fontos dolgot már ő nem láthatott, de mondjuk például azt, amikor én 14 évvel ezelőtt volt a bemutatóm a Pince Színházban Gárdos Péter művészeti vezető vezetésével akkor, és Anger Zsolt rendezte nekem a darabot, a Pedig éj anya voltam című. Ez kétszeres gyerekgyilkosságért felakasztott fiatalember anyjának a vergődése. És ezt nagyon szerette volna, hogyha ezt látja? Na, pont ez jutott most eszembe, hogy ha ő még élt volna, akkor viszont nem tudtam volna olyanra szülni, amilyenre, mert nekem ott ETA volt a minta. Tehát a kegyetlenségbe? Nem. Hát miben? Ez az anya, ez nem volt kegyetlen. Keménységbe, ez a jobb szó. Nem csak a keménységben. A szolgálat, hogy az egész élete egy szolgálat. Az egész élete soha nem önmagáért élt, hanem mindig másokat szolgált. Mindent másokért csinált. Ha jól értem, ha ő ezt látja színpadon, ön szemérmesebb lett volna, és nem tudta volna jól csinálni? Igen, lehet, hogy nem mertem volna őre hasonlítani. Vagy mit tudom én, például olyan, ez a nagyon bonyolult személyiség volt, mert attól, hogy két elemit végzett, azt is román nyelvű iskolába, azt mondanám, hogy nem józan paraszti ésszel élte az életet, hanem kicsit primitívebb volt annál. Tehát nagyon-nagyon egyszerű gondolkodású. Igen, az ízlése is jóval primitívebb volt, mint a... Hát már ez is, hát ez árkodó dolog, hogy valaki a kultúrát egy picit se tiszteli, hanem megveti. De az is mutatja egyébként az igen. Ő nagyszerűségét, hogy utána viszont képes volt ezen felül emelkedni. Képes volt, igen. Na mindegy, lényeg az, hogy ha ő élt volna, akkor nem biztos, hogy én megmerem csinálni azokat a mozdulatokat, amit viszont tőle lát. Nagyon-nagyon érzékeny ember, és rendkívül sértődős. Időskorában, amikor már nem látott jól, hallani se hallott jól, és látni se látott jól. Például ő úgy érezte, hogy a háztartás az ő dolga. Tehát én abban nem nyúlhatok bele.
Tehát főzni sem tudtam soha, mert ha nem ő főzött volna, akkor ő azt hiszi, hogy ő nem elég jó nekünk, vagy hogy ő nem felel meg. Vagy. Lényeg az, hogy takarítani se tudott már jól, és Kaposváron, ahol éltünk, és fiam már nagyfiú volt, olyan 7 év körüli, tehát már lehetett vele akár titkos dolgokat is megbeszélni. És akkor lógtak a pókhálók, de nem kicsit a plafonról, hát egy olyan méternyit már szinte. És hát én tudtam, hogy ebből nagy baj lesz, de lényeg az, hogy a partvisra rádobtam egy rongyot, és megkértem a fiamat, hogy olyan volt a kaposvári lakás, hogy utcafrontra nézett az ablak, de a kapu alatt volt a lakás bejárata, és utána egy nagyon hosszú udvar, és kert is, el volt osztva a kert a lakók között, több lakó, és Etta kint volt a kertben. És én megkértem a Gábort, hogy mondom, tudod, hogy Etta megsértődik, ha azt hiszem, hogy nem takarít elég jól, mondom, köhögjél, ha jön Etta be a kertből. És hát a gyerek csodálatos, ő ezt értette pontosan, és ő is látott Ettán minden jót, és minden hibáját, és minden. És kint állt a gyerek, és én futva, hogy szakadt rólam a víz, futottam körbe a szobába, és amellett láttam rengeteg a pókhálókat, és mindenhol, és utána még az előszobába, a konyhába is lógott, és a fürdőszoba volt már csak hátra, és akkor köhögött a gyerek, és akkor én nem is tudom, hogy hogyan még oda nyúltam valamelyik sarokba, ahol a fürdőszobában láttam egy pókhálót, és utána betettem az ajtó mögé, de nem tudtam eldugni már addigra, de, és szakadt, lihegtem, futottam. Ezt futva csináltam az egész lakást. De akkor időbe köhögött a fiú. Igen, hogy ne lássam meg, hogy én szedem a pók. Mert akkor konkrétan már semmi se jó, amit csinálok. Akkor ez nagyon tudott veszekedni. Említette, és akkor ezzel le is zárjuk Ettát, hogy említette, hogy ott lehetett, amikor ő elment. Ebben igen. Volt valami szakrális az ön fejében? Tehát a kezdet és a végnek egy valami szépség, szerűsége jelent meg, vagy végtelenül tragikus volt? Én elég racionálisan gondolkodó ember vagyok, és nem hiszek túlvilági dolgokban, meg gyakorlatilag semmibe, de az, hogy a véletlen ezt mégis így hozta, ez fontos élmény volt számomra. Tehát fontos emlék számomra ez az ő. Tehát az, hogy ő ott volt, mikor én születtem, egész életemben segített, szeretett, gondozott, és utána én ott lehettem, amikor ő igaziból meghalt, úgy. Na menjünk tovább, válasszunk akkor egy másik témát. Jaj, ebbe belerekedtem, ebbe az Etta témába. Hát érzelmileg nem egy könnyű téma. Nem, és mondom, nagyobb volt a kapcsolat, mint édesanyámmal. Azt már mondtuk, hogy 6. érzék. Nem. Az mi lehetne? A hatodik érzék az az empátiára vonatkozik, mert hogy ön azt mondta egyszer, hogy az ön színészetének talán a legfőbb ismérve erőssége az, hogy a szokásosnál sokkal erőteljesebb az empátia készsége. Sokan mondják ezt, hogy ők nagyon empatikusak, de az ön esetében mitől ennyire különleges? Én velem megtörténnek ezek a dolgok, igen. Tehát amikor színpadon áll, és mondjuk egy ilyen megrázó jelenetnek a megalkotója. Igen. Ön tényleg tetőtől talpig átfolyatja magán azt az érzést? Igen. Hát de az borzasztó lehet. Ez nagyon nagy öröm. Nagyon nagy öröm? Igen. Én játszottam egyszer egy amerikai amatőr, nem amatőr, hanem alternatív. Alternatív rendező srác rendezett a Trafóban egy előadást, Tolsztoj, a sötétség hatalma. És én a csecsemőgyilkos nagymamát játszottam benne, aki rábeszéli a fiát azért, hogy szabad ember legyen, születik egy oldalági gyerek, akit nem akartak volna minden, tehát az unokámat meg akarom öletni a saját fiammal. És a srác nem tudja megtenni. Ő kérdezi, hogy mit csináljon? Nem, tegyél rá egy deszkát és ülj rá. Isten. Tehát az, hogy egy nagymama a saját unokáját deszka alá rakatja a csecsemőt, hogy üljön rá egy nagy darab férfi, úgy elképzelem a recsegést, a kis csontokat, hát ez katasztrofális szerep. Hát ez milyen fajta örömet okozott önnek, ezt megjeleníteni? Amikor én ezt jól játszottam, akkor én nagyon jól voltam utána, igen. Igen? Igen. De ebben van valami hátborzongató, nem? Nekem nem. Nem? Nem.
Nekem nem, mert én azt gondolom, hogy minden személyiség létezhet egy emberben. Önben például hol figyelhető meg a gonoszság? Hát civilben most nagyon nehezen tudom ezt végig gondolni. Olyannak gondolom én, aki egy színházon belül is nem húz maga után konfliktusokat. Tehát önnel jó kijönni. Könnyű kijönni. Nem. Nem? Nem. Nem. Én amennyire nagy elvárásokkal vagyok saját magam iránt színpadi munkában, én ugyanannyira elvárnám másoktól is. Tehát szóval olyan, is teszi, ha valami mulasztást tapasztal? Ritkán. De régebben jobban régebben bátrabb voltam, és többször szóvá tettem dolgokat. Idősebbeknek is? Akár még nem, talán tiszteletből nem úgy, mint instrukciók, vagy mint tanács, vagy nem tudom micsoda, így nem. De az, hogy valaki például ne zajongjon bizonyos pillanatokban, amikor csöndnek kéne lenni, az arra szerintem volt példa már az életemben, akár még idősebbek irányába is. Kollégaként például tudott öngonosz lenni? Vagy a magánéletbe időnként? Mindenkiben van gonoszság. Akár csak percekre, hetekre. Amikor az igazamat akarnám megvédeni, akkor szerintem tudok akár gonosz is lenni. Volt, hogy lépett is a gonoszság nyomán? Hogy tenni valamit? Valamit, amit mondjuk már kicsit szégyel. Nem. Én szerintem én úgy tevőlegesen, inkább így a gondolat szintjén tudok. Azt hiszem, volt egyszer egy szomszédom is, aki rávágott seprűnyéllel az egyik cicára, akinek el is tört a gerince. Én azt az embert nagyon tudtam gyűlölni, vagy utálni. És szívbeteg is volt, leszázalékot volt. Állandóan hallottam, hogy üvölt a családjával, és mindent, tehát, hogy azt az embert én rettenetesen tudtam utálni. Emiatt, a macska miatt? Úgy, ahogy volt az egész embert. Tehát, ha véletlenül nem látom, hogy rácsap a macskára, hanem a személyisége, az a hatalmas, öntelt, mindentől idegen, durva természet, az én nagyon tudtam utálni azt az embert. És nem is tudta sajnálni, amikor bajba került. Örültem, hogy meghalt. Igen? Igen. Akkor ő tényleg nagyon nem szerette. Borzasztóan nem bírtam. Ő volt gonosz ember az ön értelmezése szerint. Igen. Ön ilyen, hogyha például a szeretteit valaki bántja, legyen az egy macska is, az egy határátlépés. Tudok haragudni, nagyon-nagyon, igen. Annak nincs bocsánat. Annak nincs. Szeretném, például amikor Facebookra föltesznek, ha az is szenvedő állatról mondjuk egy képet, bordájkin vannak, stb. Vagy volt egyszer, hogy ez a benőtt, mikor már a szíj olyan kicsinek, hogy benő a húsába, meg nem tudom mi. Akkor én minden porcikámmal azt kívánom, hogy csinálják végig ugyanazt azzal az emberrel. Hogy kelljen neki végélni teljesen ugyanazt. És ezt én, na ilyenkor én szerintem én az világ egyik leggonoszabb embere tudok abban a pillanatban lenni. Tehát olyan erővel szeretném azt, hogy ugyanazt csinálják. Vagy amikor az iszonytató, nem találok jelzőket rá, egy nő a kutyát a kocsihoz kötötte, és úgy nőtt vele haza. És kutya, hogy mit szenvedhetett, míg odáig elértek, hogy mi nem hamarabb halt meg, de később meghalt a kutya. Én azt a nőt, azt rá tudnám kötni egy kocsira, és elindulni vele valameddig, hogy mit bír, vajon mit bír ki. Nem lehet, hogy ezek csak az indulat szülte szavak? Nem valószínű, hogy az hát ember... de olyankor én indulatos vagyok. Nem tudna ön bántani egy embert? Szerintem. Én szerintem én ezt megcsinálnám vele. Hát ha az ura... Iszonyodom attól, aki mást, aki a nála gyengébet bántja. Iszonyodom. Gyűlölöm. De csak rá gondolok is, ilyen mérges leszek. Igen, ez volt az alapkérdés, az empátia sok tekintetben, de itt ezt most láttuk, és azért hát szerintem én olyan erővel tudom meggyűlölni azt az embert, hogy én verekedni is tudok adott pillanatban. Verekedett is? Verekedtem már, igen. Kivel és miért? Hát például akkor még volt Korvináruház, és Korvináruház előtt a járdán, a járda szegélyénél egy hatalmas, nagy darab, kigyúrt férfi ember feküdt a földön, tiszta egy
tetoválás, kopasz, minden a világon. És ott feküdt már a fel, tehát valaki ellökte, én már csak azt láttam, hogy ott van, éppen ott mentem el, és belépett egy ugyanolyan hatalmas, nagy darab, kigyúrt, tetovált, kopasz férfi, egy nagy baromállat, és belerugott. A földön fekvőbe. A földön fekvőbe, igen. Na most, és jöttek, mentek, azért senki nem állt meg, senki nem szólt egy szót sem. Akkor én még nem voltam ennyire kövér, és kicsiségre ugyanekkora volt. Nem igaz, mert már 6 centit mentem össze az öregedés során. Na, lényeg az, hogy egy olyan recsegő, üvöltő, az egész teret betöltő ordítással ordítottam rá arra a férfire, hogy megállt a lába a levegőbe, tehát megállt a pali, és így nézett rám, hogy, és azt mondta, hogy ellopta a mobilomat, mondom, földön fekvő emberre, akkor se rugunk, vagy emberbe, akkor se rugunk. De én ezt olyan recsegve, olyan üvöltve mondtam, hogy elment a pali. Majd felállt a földről a másik, az ugyanabban az irányban, az is elment. És hát akkor utána egyszerűen elmeséltem ezt a fiamnak, az nagyon letolt, és azt mondta, hogy most, amikor már híradóban látunk olyanokat, hogy valamelyik áruházban, csütörtök délbe 2 óratájban valaki körbelő, minden ok nélkül, szóval, hogy mibe bíztam én, hogy nincs nála egy kés, vagy egy pisztoly. De akkor fizikai kontaktusra nem volt lehetőség. Nem, de ez több volt annál. Igen, bizonyos tekintetben igen. Bizony. Ez több volt abból, mert ekkora hatalmas, nagy barom embernek én akkorát ordítottam, hogy miért nem vágott az engem pofán. Hát lehet, hogy olyan erő áradt önből. Hát ott nagyon nagy erőm volt, az biztos. Meg el is szégyelhette magát szerintem. Hát ő biztos, mert én nem. Hát nem a művésznő, ő. Zsámbék ablakán is kiugrottam egyszer, mert nála voltunk éppen, valami zenét hallgattunk, vagy nem tudom mi, éjszaka nyitva volt az ablak, nyári, és zápor, kint szakadt az eső. És egyszer csak azt hallom, hogy akkor nem akartál, most meg nem tudsz járni, mi? És akkor kinéztem az ablak, hogy ki üvölt, egy öblös férfi üvölt, és egy 2 éves forma kisgyerek felső karját fogta egy hatalmas nagy darab férfi, és így tunkolta a vizes aszfaltba, hogy fáradt. És akkor kiugrottam az ablakon, és mondtam neki, hogy vegye fel azt a gyereket, mert följelentem az erkölcsrendészeten. De nem így, hanem ordítva, mint egy sakál ott az éjszakába. Zsámbéki csak annyit látott, hogy a pogány igazságot oszt valahol, fogta magát, és kiugrott az ablak utánam, szóval, és így mellém állt. Amit az igaz, azt se tudtam, miről van szó, csak úgy mellém állt. Annyira, utána, amikor ezt úgy végig gondoltuk, röhögtünk, de hogy ilyen nagy darab embereknél, én nem hiszem azt, hogy majd egyszer valaki fejbe vág. De ez jó mondat, szóval a pogány igazságot oszt. Igen, a pogány igazságot oszt valahol. Ez jó. Gyerekkori nagy szerelmét, akit csak csínek szólított. Jaj, de szép volt. Azt, ó, hát még a vonásra is ellágyultak, ha csak rá gondol. Csodálatos érzés volt. Hát igen, hány éves volt? Akkor kerültem Budapestre, tehát én 9 éves koromban kerültem Budapestre, és akkor a 3. emeletnek az egyik sarkában laktunk, és a 4. emelet másik sarkában lakott a Topál család. És a Topál Szabolcs volt a hivatalos neve a srácnak, de mindenki csínek szólította. És ráadásul volt a Fekete István regényei között, az ifjúsági regények között egy fecskéről szóló regény, a Csí. És nekem ez a szó, hogy csí, ez nyilván ezt az érzést is bemelegítette. Már beleszeretett. Már szimpatikus volt, és ráadásul egy elbűvölően szép, nagyon édes, nagyon szép fiú volt. Idősebb volt, mint ön, gondolom. 1 évvel csak. És hazafelé volt, hogy vitte a táskámat. Hát ott az már komoly dolognak számít, 10-11 éves gyerek. És volt, hogy akkor nagy divat volt a házi buli, és nem él már a csí, már meghalt. Beteg, elég fiatalon beteg lett, ilyen izomsorvadásos, tehát ilyen, vagy idegrendszeri, tehát lehet, hogy pszichit,
pszichiátriai okokból ment át ez a fizikai betegségbe, egy szorongó, nagyon szorongó gyerek lett. Volt végül. A gyerekkorában még nem, mikor még boldogok voltunk, csak később. Anyukája meghalt, és aztán ezt a veszteséget ezt nem tudta feldolgozni. Nagyon, nagyon, nagyon anyás gyerek volt. Lényeg az, hogy akkor nagy divat volt a házi buli, és a házi buliban hát imádtunk táncolni, hát akkor volt a rock. Akkor voltunk az elején, a rock and rollnak a legelején. És csináltuk ezt a láb közé, meg föl, meg mindent, a figurákat, minden. És akkor én egyszer egy rajzra emlékszem, hogy egy ablakot rajzoltam széles ablakpárkányon, és ott ültem fönt, és ott volt velem a Csi. Tehát egy ilyen együttlétet rajzoltam meg gyerekkoromban a Csi. Miért szakadt ez meg? Én elmentem Kaposvárra, először MÁV intézetbe, Kaposvárra, onnan Békéscsabára, onnan érettség után vissza Kaposvárra, és már nem jártam föl Pestre. Ő pedig magányos ember maradt. Az édesanyja halála után elég hamar elindult ez a betegség, és akkor emlékszem, hogy vendégjátszottuk a Molnár Ferenc Lilium című darabját. Abba Julikát játszottam Babarczi László, csodálatos Babarczi László rendezésében. Összes a múltamban eljátszott szerepek közül ez az egyik, a Julika, akit ha ma megnézek, ma sincs szégyelni való rajta, ma is azt látom, hogy én abban jó voltam. Tehát a Julika az egyik szerelem volt a szakmai életemben. És Budapesten vendégjátszottuk a darabot, és én a gyámszüleimnél lévő két testvérem révén, a nővérem a Rita révén, valahogy tudtam üzenni a Csinek, hogy én azt szeretném, hogy ő ezt nézze meg. És de miért akarta, hogy ezt nézze meg? Miért pont ezt? Mert egész életemben gondoltam a Csire. Egész életemben, igen. Egy kicsit ilyen Hufnagel Pista volt ő? Nem, a Hufnagel Pista nem lehetett olyan szép fiú, mint a Csi. De hogy sokat eszébe jut egy nőnek. A mai napig eszembe jut. Melengedte? Borzasztóan tudtam őt szeretni. Tudta ő ezt, hogy a köztes évek tudta, alatt mennyit gondol egy rá? Kicsit, ja ott nem, az biztos, hogy nem. Azt nem tudhatta ő, biztos nem. Én azt nem is, ez senkinek, én gyerekkoromban, ez, meg később se, én ezzel erről senkinek nem beszéltem soha. Tulajdonképpen a család érezte, hogy jaj, az a kislány, hogy oda van a Csiér, valamit érezettek, de nem volt ennek se folytatása, se azt gondolták, hogy nem lesz felnőtt korban ennek már. Ez már csak egy emlék, vagy még annyi se. És akkor szerette volna, hogy nézzen. Igen, nagyon akartam, hogy ezt nézzem meg. Igen. És hogy képzelj el, hogy eljött. Én egyszer csak, és nem jelentkezett. Tehát nem jött oda hozzám, és nem találkoztunk, de a földtől több mint egy méternyi döbbenetes virágcsokrot hoztak nekem oda a végén, hogy ezt a Topál Szabolcs úr küldi. És futottam ki a nézőteresekhez, hogy és hol van, hogy nem látták, nem már elment, már nem látták. Néli egy kártyát küldött? Bármilyen üzenet volt mellétéve? Igen. Az volt benne, hogy szeretettel, de nem a Csi, hanem a Topál Szabolcs. Tehát, de hát én tudtam, hogy az a Csi. Ez a Néli egy kártya, ez el van téve? Nem emlékszem már rá. És nem is hívta fel utána, nem kereste meg? Nem, mert nagyon beteg volt. Tehát ő akkor már tolókocsiban volt, és úgy is jött el a színházba. És ő nem akart találkozni. Ez lehetett az ok. Igen. Nem akart találkozni. De hátra üzent, hogy gratulál. Kesztus, nem? Nagyon, a nővére is kiment Amerikába, a Topál Emese. És ő nagyon magányos maradt, és nagyon lelki beteg lett végül, és hát mondom, egyszer csak hallottam, hogy meghalt a Csi. De nagyon, a legszebb emlékeim közé tartozik a vele való percek, vagy az óvóhelyen is voltunk együtt. Például 56-ban, mert én a Budafoki út 16-18-ban laktam, és ott nagyon közel a Budafoki úton volt egy laktanya. Talán ma is van, nem tudom. De lehet, hogy az már nincs is még. Lényeg az, hogy azt lőtték, ágyuk, tankok is voltak a mi utcánkban, és repesz darabok is repültek így a házak fölött például. És
és le kellett menni az óvóhelyre. És az óvóhelyen én halálosan boldog voltam, mert ott egy térben voltunk mindannyian, ott is aludtunk meg, ne, és én ott tanultam meg a csittől römizni. Tehát kártyáztunk. Bármi puszi elcsattant önök között? Azt hiszem, hogy nem. Hát arra szerintem emlékezett volna. Nem. Nem, mert annyira nem lehetett nyilvánosságra hozni ezt az érzést. De ő tudta? Csí tudta, szerintem, hogy ön szereti? Szerintem érezhette, igen. Hát különben nem vitte volna a táskámat. Igen, igaza van. Ez, ha van kép, ami beleívódott, az ön emlék, ez az, hogy mennek egymás mellett, és viszi igen, a táskáját. Igen, és viszi a táskáját. Ez de jó. Jó, hogy megbeszéltük. Válasszunk egy másik témát. Igen. Közellenség. Az még olyan nem, nem közegellenállás. Jaj, és az mi? A közegellenállás az a Nemzeti Színházra vonatkozik. Igen. Mert hogy ott önöket olyan hű de nagy szeretettel, én úgy tudom, hogy nem fogadták. Nem fogadtak minket nagy örömmel. De miért nem? Akkor már évek óta a szakmában elindult egy feszültség, mert nagyon fölfutott szakmailag a Kaposvári Csiky Gergely Színház, és állandóan a kritikusok, állandóan meg a szakma is úgy emlegette, hogy a műhely, a kaposvári műhely. Tehát tulajdonképpen Budapesten, a fővárosi színházakban egy ilyen létezhető furcsa feszültség, egy féltékenység már addigra beépült a szakmába. Állandóan a Kaposvárt emlegették meg, a kaposvári műhelyt. Akkor divatba jött ez a szó, hogy a kaposvári műhely. És nem kedveltek minket azok, akik ezt nem tartották igazságosnak. Tehát akik nagy színháznak tartották magukat, mint például a Nemzeti Színház, meg nagy színészeknek, óriásoknak, vezetőszínészeknek, azért nem esett jól, hogy örökké csak a Kaposvárt emlegetik. Irigyek voltak? Hát én nem találkoztam velük így közvetlenül, tehát az, hogy ő bennük ez a féltékenység milyen erővel volt jelen, és hogy irigyek voltak, vagy nem, erről nem beszélgettünk soha. De az biztos, hogy kialakult a feszültség a fővárosi színházak meg a kaposvári színház között. Volt, hogy ezt kifejezésre is juttatták? Tehát így egymással persze, szemben? Persze, abszolút, persze. Hát emlékszem, hogy volt olyan, amikor már hívtak, ez az Éjjeli menedékhely, Natasát játszottam, és hívtak színpadra, és az akkori műszaki, nem tudom, színpadmester, hogy meglökött, de könnyökkel úgy, hogy kicsit a falnak ültem, akkor átlökött rajtam, és mondta, hogy aztán tudjad el, hogy hol a pont. Tehát, hogy ők például ezt a beszédet, más volt az ízlés. De jó sejtem, nagy kibékülésre nem került sor, tehát nem sikerült ezt egyneműsíteni, ezt a két stílust. Ezzel a színpadmesterrel nem, de emlékszem, hogy a Gállai Ferenc az engem kiválasztott, imádott. Vagy például a Kálmán Gyuri. Én ezekkel az óriásokkal nagyon sok időt tölthettem együtt, mert imádtak velem beszélgetni. Igen. Igen. A Kálai Feri az például volt, hogy nem volt jó viszonyban Zsámbékival, és akkor mondta, hogy mondd meg annak a taknyosnak odalent. Ő volt a Zsámbéki. És igen, és üzent a Zsámbéki. És akkor én mondtam a Zsámbékinek, hogy mit mondta Kálai, és akkor azt mondta, hogy mondd meg a művész úrnak, de ezt közben ők hangosan mondták. Tehát mindketten hallották. Ez egy stílus volt, egy fricska a másik felé, hogy van egy kapocs, aki majd elmondja, aki majd, és én ezt a játékot vettem, és elmondtam, és visszaüzent úgy, hogy hallja a Kálai, de nekem beszélt, és hogy mondjam el a Kálai Ferencnek. Tehát voltak ilyenek, de... Azt mondja, hogy nagyon szerettek önnel beszélgetni. Nagyon szívesen beszélgettek velem, én nagyon jóban voltam a Kálai Ferenccel is, a Sinkovicssal is, akkor a én a Törőcsik Marival is nagyon-nagyon jó viszonyban voltam. Ő onnan elment nagyon hamar. Igen. Szintén volt egy furcsa érzés. A Törőcsik Mari olyan nagy ember volt, hogy neki nem kellett félni attól, hogy valaki fiatalabb, vagy taknyos, vagy sőt, imádta is a fiatalokat tulajdonképpen. De ott mégis azért az volt, hogy hatott rá a régi társulati hangulat. Tehát volt távolságtartás? Nem távolságtartás, de amikor kapott egy instrukciót valamire, akkor az mégis egy picit megbántotta őt. Mondjuk Zsámbékitől? Például a Zsámbékitől. Igen, igen, igen.
Úgyhogy ő aránylag hamar felmondott és elment. De nem emiatt. De. Emiatt? Én szerintem emiatt. Tehát ez a színészi stílus, vagy színjátszás, ez nem volt kedvére való. A színjátszást szerette, sőt, ő nagyon sok kaposvári előadásra eljött, nagyon sokat látott. Pesti vendégjátékainkon mindig ott volt, mindig gratulált, minden. Inkább a rávaló alkalmazása. Igen, az instrukció, uh-huh. amit minden színésznek lehetnek korszakai, és egy-egy korszakban létezhetnek modorosságai. És hát a Marinak is volt olyan korszaka, amikor bizonyos modorosságokat használt. És Zsámbéki ezt akarta lefejteni? Igen, igen. És ezt nem vette jól néven törőcsét. Az neki nem esett jól, igen. És arra találta megfejtést a művésznő. Nagyon nehéz kérdés, mert erre nem tud válaszolni egy ember saját magát illetően. De ezek hatalmas nagy nevek. Sinkovics, Besenyei, Kálmán, Törőcsik. Kálmán Gyurit, hogy szerettem, úristen. Ön is szerelmes volt belé? Nem voltam szerelmes, mert... Sok pályatársnője említette, hogy melengedte. Kálmán Györgyben nagyon... Csodáltam őket. Tehát nekem ők annál nagyobb óriások voltak, mint akibe csak úgy hip-hop beleszerettek, vagy valami. De ezek az emberek azért, ön is említette, olyan könnyen nem engedték közel magukhoz az embert. Ön ezt mivel ért el? Gondolkodott ezen? Az, hogy mégiscsak tetszett nekik, ahogy játszom. Tehát ezek az óriások a valóságos, igazi tehetséget azért kiszúrták, és nagyon-nagyon tetszettem nekik például a Natasában. De azért magánérintkezésben is közel engedték. Igen, igen. Belelátott az életükbe sokszor? Nem az életükbe, nem így. Csak a színházban, vagy csak a büfében, vagy a díszletek mögött várakozás közben, vagy nem tudom mi. Szünetekben nagyon sokat tudtam velük beszélgetni. Ön is ilyen most az Örkény Színházbeli fiatalokkal? Én velem mindenki jóban van, igen. Na hát ezt mondtam én az előbb, hogy önnel könnyű jóban lenni. Igen? A fiatalok? Na jó, de hát ez a csupa tehetséges ember, ez gond, mindegyiket szeretem, persze. Én gyakorlatilag időnként azt érzem, hogy szerelmes vagyok a saját kollégáimba. Tehát hogy úgy tudom, hát én emlékszem, hogy van egy előadás, Örkény Tóték. Mariskát játszom Csúlya Imrével, és van benne például hát a két gyerekünk, az egyik a Fica István, a fiú, aki gyakorlatilag meghal a történet szerint a háborúban, de a Mácsai Pál előadásában végig jelen van, és ő maga olvassa fel a saját leveleit, meg a postást is ő játsza, tehát tulajdonképpen végig jelen van az előadásban. Én őre úgy tudok oda nézni, hogy Gyula, csak te meg ne fagy, hogy látom, hogy szerelmes vagyok a saját gyerekembe. És a másik kislány, hát kislány már nagy lány, mert a Takács Nóra Diana játsza az Ágikát, aki nem egy Ágika alkatú, de olyan végtelen humorral, öniróniával, olyan bűbájosra játsza az Ágikát, olyan csodálatos benne, hogy amikor például neki van egy betétszáma, mi hátul ülünk a család, meg az őrnagy, és az Ágika egy mikrofon állvánnyal előre megy, és ott elénekel egy dalt. Én már rajta kaptam magamat, hogy mi homályba vagyunk, és én rajta kaptam magamat, hogy itt szétcsúszott szájjal, párás szemmel nézem a Takács Nóra Diát hátulról, amint énekel. Tehát én bele vagyok szeretve. Most is bepárásodok. Bepárásodok tőle, mert annyira szeretem őket. Kicsit a család egy részét is ők képezik, nem? A második családja. Hát én nekem igen, a legjobban a színházba tudok létezni. Otthon egyedül vagy a színházba? Ezek a törzshelyeim. Kémeim jelentették, hogy a színházban önnek arra is van gondja, hogy minden előadásra, amiben ön játszik, kitesz két csomag speciális cukorkát. Hoztam. Itt van. És az rendre el is fogy. Van, hogy elfogy, van, hogy marad belőle. Van, hogy ott is felejtem, akkor legalább van a műszaki fiúknak is, ha köhögnek, vagy bármi. Találtam ezt a angol halászoknak találták ki ezt, ez olyan erős, mint egy lórugás, tényleg. Egyszer a fiamat, mikor megkínáltam, az kiköpte, nem bírta elviselni. Én már megszoktam, nekem nem olyan erős, de az a lényege, hogy cukormentes, és tényleg durván erős. Most már úgy rászoktak, hogy ha véletlen nem jövök le időre hívásra, hanem picivel később, akkor már ott állnak a lépcső, azt mondja, hol voltál már, hol a cukorka? Ennél nagyobb
kifejeződése a szeretetnek és a igen. ragaszkodásnak kevés van. Igen. Említette a fiát. Igen. Meg azt is, hogy elmentek a bemutatóra, és vitte a mennyét és a nászasszonyát. Azt megkérdezhetem, hogy ön milyen anyós? Én szerintem én egy egészen elviselhető anyós vagyok, mert konkrétan éreztem azt az érzést, tehát én már a fiamat egészen fiatal sráckorában szabadon engedtem. Tehát egyszer a talán nem haragszik megérte a Mácsai Pali, hogyha megemlítem. Egyszer a Mácsai Pált láttam például felugrani a büfébe a kanapéról, de úgy, hogy igaziból lesápadt. Tehát igaziból elsápadt egy 40 nem tudom hány éves ember, ahogy fölugrott, hogy úristen, nem hívtam fel anyámat. Tehát, hogy olyan rémületet élt meg, hogy beígérte a mamájának, hogy felhívja, meg hogy minden nap fel kell amúgy is hívni, és hogy elfelejtette fel, és akkor már este, mit tudom én, 11, már nem lehet. Hogy én ezt mindig újra és újra megerősítem magamban ezt az érzést, hogy ha egy gyereknek igénye van a szabadságra, meg hogy ő szabad gondolkodó lehessen, akkor azt engedni kell. Tehát én soha semmiben nem befolyásoltam a fiamat. Kisfiú korában még sokat neveltem rajta, egész világot meg akartam neki mutatni. Tényleg éjjel, másfél éves volt, mikor kézenfogva mentünk ki, azért engedtem, hogy ne feküdjön le, de nem, mert kérdezte, hogy mik a csillagok, és akkor mentünk kézenfogva ki az éjszakába, és néztük, hogy tehát én a hangyát a fatörzsbe, vagy a fatörzsnek a sebét, ahol kifolyik a gyanta, mindent megmagyaráztam, és megmutattam neki, és példát is adtam értékrendre neki, de amikortól kezdve önállóan lehetett dönteni, azt én engedtem neki. És nem is tette kritika tárgyává, és nem is véleményezte, ha valamivel nem értett egyet. De már felnőtt volt, amikor egyszer a munkáltató nem a vezető, már vezetőség, már pénzügyi igazgató helyettes volt akkor a beosztása, és a munkáltató, a főnök nem azt a kocsit választotta vezetőségi stábautónak, vagy nem tudom, minek kell ezt nevezni, amire vágyott, hanem egy az alatti kategóriát. És akkor ezen ő háborgott. És akkor én mondtam neki, hogy mondom, Gábor, de neked lenne bőr a képeden ide erre a kispesti lakóterepre a 13 tízemeletes lépcsőház lakói közé begurulni a te korodban egy ilyen kocsival. És azt ezt nem úgy kell nézni, ezt nem úgy kell nézni. Tehát amikor azt éreztem, hogy az értékrendje kezd elválni, tehát nem az szerint dönt, ahogy én szeretném, hogy ő milyen ember legyen, akkor azokat úgy szóvá tettem. Nem fogunk belemenni az ügy részleteibe, de ha már ezt említette, amikor ő neki volt, ez a bizonyos bírósági ügy. Nem volt, van. Van, a mai napig. A 12 évet tart, igen. Abba ön belehal? Én belehaltam, mai napig belehalok, és egy idő óta ragaszkodom is hozzá, hogy minden tárgyaláson ott lehessek. Ott van? Ott vagyok a tárgyalásokon, igen. Előfordult, hogy nem. Tehát ha főpróba hetem volt, és nagyot játszottam, és nem tudtam elkéreckedni a színházból, akkor előfordult már, hogy nem voltam, és kezdetben is előfordult, hogy nem voltam. Csak aztán olyan kőkemény esetekre döbbentem rá a nyomozat során, tehát a nyomozati idő óta, ami miatt most már mindig ott akarok lenni. Mert még csalásokra is rábukkantam, tehát most már mindig ott akarok lenni, és már a színházba előre bejelentettem azt a dátumot, amikor a következő tárgyalás van. Amikor önnek a fia mellett van a helye a tárgyaláson. Igen, nekem ott kell lennem, hogy ő tudja, hogy én ebben a felső fokon mellette állok, ott állok mögötte. Említettük az anyósságot, az anyós létet. Ja, igen, arra nem válaszoltam, bocsásson meg, hogy én nem szólok bele semmibe. Semmibe? Tehát, semmibe. Tehát amikor rám voltak bízva kicsikorukba a gyerekek, betűre mindent úgy csinálok, ahogy az ő anyukája szeretné. A menyem. Akkor is, ha nem ért vele egyet? Olyankor is, amikor nem értek vele egyet. És például, nem is mondja neki, hogy ezt én nem így csinálom? Nem, annyit megemlítettem egyszer, hogy a fürdőszobában túl meleg volt, és ott
ott éppen csak így rádobták a fürdőlepedőt a újszülött nagyon pici babára, és beszaladtak vele a szobába, és ott volt nagyobb hely ahhoz, hogy pelenkázni, öltöztetni, nem tudom. De ott sok fokkal hűvösebb volt. És akkor ezt így megemlítettem. És ott, ó, hát addigra megtörüljük. Tehát, hogy, és akkor én is, én picit jobban megtörültem, ha nekem kellett csinálni, én is bementem vele, és mindent, hajszára ugyanazt, mindent megteszek azt, ahogy ők szokták, ahogy ők szeretik. Alkalmazkodó, ilyen szempontból. El is határozom ezt. Tehát el ez is, tudatos. De el kell? Van, hogy más a véleményem, és elhatározom, és tudatosan azt teljesítem, amit ők, ahogy ők szeretik. Fölhatalmazott, hogy erről kérdezhettem még az első beszélgetésünk igen? végeztével, hogy azt mondta, hogy egészen a gyerekének a születéséig önnek nagyon rossz gondolatai is voltak, depresszív gondolatai. Itt annyi a különbség csak, hogy nem a gyerekem születéséig, hanem a durva része a dolognak az, hogy a gyerekem már megvolt, és még mindig. De ezek milyen gondolatok voltak? Öngyilkossági gondolatok. Gyakorlatilag egészen a múltkor azt hiszem meséltem már róla, hogy a gyerekkornak volt igen. egy szakasza, amikor én állandóan történeteket szőttem is. Na most ez egy ideig így elvoltam ezekkel a történetekkel, sőt vártam az estét, és boldogságot okozott ezek az álmodozások órái, ez boldogságot okozott. De később aztán, amikor már középiskola, meg hogy nem tanulhattam tovább, meg nem tudom, hogy... És nem, mert amikor egyszer úgy végig gondoltam, majdnem 25 éven át tartott az öngyilkossági hajlam. Tehát amikor Pestre kerültem, és egy vidéki kislányabba, fővárosi iskolába, és úgy zúdultak a gyerekek, nem tudom, tehát hogy mélyült a szorongás minden, és harmadik emeleti lakás, és engem mindig izgatott, hogy onnan ki lehetne ugrani. Te jó Isten. Tehát, hogy állandóan az öngyilkosság gondolata valóban foglalkoztatott. De ez inkább csak egy játék volt, ha ezt játéknak lehet nevezni? Azt tudtam, hogy nem teszem meg. Honnan tudta? Mert így volt a fejemben a gondolat, hogy nem teszem, de hogy minden elrendeződne. Tehát, hogy megoldódna az összes a megalázó helyzetek. Rettenetes megalázó helyzeteket éltem meg végső soron ez alatt tehát amíg én gyámgyerek voltam, addig nagyon sok megalázó pillanatot is kellett megélnem. Például havonta egyszer felvenni a szép ruhát, és végiglátogatni a rokonokat, és összegyűjteni a hozzájárulást, és nekem kellett elmennem minden rokonhoz. Nagynénikhez, nagybácsikhoz, keresztanyámhoz, nem tudom, és akkor mindenki ide adta a havi hozzájárulást a mi tanítatásunkhoz, vagy a mi eltartásunkhoz a bátyám meg. Bátyám akkor már Kőszegen volt iskolában, és én voltam csak Pesten, és nekem kellett összeszedni ezeket ahhoz. Tehát nem volt ez jó. És tulajdonképpen később, már fiatal felnőttként, anyukaként is, fájt saját magának? Fájt az élet? Minden fájt. Az, hogy ilyenkor például az is, hogy miért vagyok nő, és hogy miért nem dönthetek jobbra-balra úgy, ahogy én szeretnék, vagy valami. Tehát, hogy én örökké egybe tudtam gyűjteni az összes keserűséget, ami volt, ami van, ami lesz, és akkor mind azt éreztem, hogy az megoldás lenne elmenni, ugye elbúcsúzni, elmenni. És sajnos, hogy megvolt a gyerek, ott szuszogott a kiságyba, és még mindig azon gondolkodtam, hogy melyik az a zsinór, ami a legjobban csúszik, tehát hogy a gyereket nem szabad itt, tehát úgy nem hagyhatok itt a gyereket, hogy az anyukám öngyilkos lett. Tehát a gyereket vinnem kell magammal. Tehát képes voltam még akkor is ezeket fogalmazni maga. Tehát ezen kaptam egyszer magam, hogy egy zsinórra gondolok, hogy melyik csúszik a melyik sejem zsinór az a legjobban csúszik, tehát hogy ő egy pillanatig se szenvedjen a gyerek. Hogy egy pillanat alatt tudjam, akasztásra gondoltam. Jézusom, de ezeket nem gondolta komolyan? Nem komolyan, de végig gondoltam, végig a történetet végig csúsztattam magamba. Elmondta ezt ő valakinek? Nem beszéltem soha senkinek ezekről a dolgokról. De hogy a fiam most fogja megtudni? Nem, a fiam azért már tudja. És mit mondott? Nem tud hozzászólni ehhez. Hát nehéz is. Szörnyűködik, igen. Egyébként azt nem is tudom, hogy azt elmeséltem neki, hogy mikor már ő is megvolt, még mindig voltak ilyen gondolatok. Ezt nem tudom, de úgy a gyerekkoromról tud.
Nem lehet, hogy ez inkább egy olyan létállapot, és egy olyan szelep egyszer mind, hogy nem jól érzi magát az ember a bőrében, de kell a tudat, hogyha én nagyon akarnám, innen hogy én bármikor lenne, ki tudok szállni. Lenne de egészen biztos, de hogy tudom, hogy nem fogom megtenni, ezt de a hátsó agyamban ott van, hogy ez a rossz érzés, ez megszüntethető elvégben. Igen, ha akarnám, akkor véget vethetnék. Mert ezek nagyon borzasztóan hangzanak. Ez most pont, így pont jól mondjam, mert ez volt a lényege, hogy én azt is éreztem ugyanakkor, hogy ezt nem fogom megtenni, de végig tudom gondolni a történetet, hogy hogyan csinálnám. És aztán a gyerek cseperedése. A házas élet, a szakmai sikerek. Ezek egy kicsit ezt elmulasztottak? Teljesen. Nem is tudom, mikor múlt el. Egyszerűen nem emlékszem arra, amikor már nem volt. Teljesen elmulasztották ezt. Aztán öregkorban volt már, hogy eszembe jutott, de hajszál pontosan tudom, hogy nem, eszemágában nincs megtenni. Most, ami foglalkoztat, de nem akarok már szörnyű dolgokról beszélni, az, hogy én nem szeretnék kiszolgáltatott állapotba kerülni. Tehát ha egy olyan típusú betegséget adna a sors, hogy nem vagyok önellátó, arra keresem a megoldást, hogy azt hogy lehetne megoldani, hogy azt ne kelljen bevállalni. Ettől fél az ember? Az, hogy ha nem vagyok önellátó, ha engem már emelgetni kell, vagy ágytálazni, vagy forgatgatni, hogy felfekvésem ne legyen, vagy nem tudom mi, ezt én nem szeretném bevállalni. Én addig szeretnék élni, amíg önállátó vagyok. És például itt eszembe jut Eta, aki az előző délutánon még végig gyomlálta az udvarunkba a járda szegét, hogy mondom, Eta, hát kinek fáj az, hogy a résbe benő a fű, mondom, hagyjad már, térden csúszva végig gyomláltam még előző, hajnalban meghalt. Na, így igen. Ez igen. Ezt irigylem tőle. Nem titok, hogy beszéltünk telefonon többször is, és ott elmesélt egy történetet, és gondoltam, hogy ezt azért így vagy úgy, de valahogy szóba hozom, és ha már a fiáról beszéltünk, hogy amikor a fia a Bíbic hangját megtanította bizonyos értelembe önnek, hogy mi is a különbség a Bibi Czanya között, és ez annyira szép történet volt, ha már szóba jött Gábor, gondoltam, ezt meséljük el. Csodálatos időszak volt a Kaposvári Színházban, a Monspart Sarolta járt le hozzánk erdei futást, mezei futást, edzéseket tartani, minden, és már a társulat nagy része már lekopott, de a fiam, még egy ideig még a Robi is járt velünk, hármasban még mindig eljártunk futni. És aztán már Robi is lekopott, de a fiam és én a végsőkig kitartottunk, mentünk futni. És egy ilyen kocsi út alatt egyszer csak a nyitott ablakkal mentünk a földes úton, a Desedató felé, és egyszer csak azt mondja, hogy anya, bíbic, hogy állj meg, félreálltam, és kirohant, 7 éves volt, elképesztően vékony, karcsú, fehérbőrű, szőke, lányos, szinte lányos szelítségű, édes kisgyerek. És megkerült a kocsit, és elindult be a szántásba, és a mélyen, azóta tudom már, hogy ez, amiben ilyen óriási árkok vannak, 70-80 centi is tud lenni, ez a mélyen szántott föld. És a mélyen szántott földbe ez a pici, vékony, véznalábú kisfiú elkezdett így árkon-árkon, bokron ugrálva szaladni, és azt kiabálta nekem, hogy anya, most megmutatom neked a Bíbic fészekféltő hangját. Ő ornitológusnak készült, és akkor már mindent, már külföldről hozattuk neki az ilyen vastag angol nyelvű, meg német nyelvű szakkönyveket, már mindent tudott a madarakról. És távolodott tőlem a saját gyerekem, és kiabált, hogy figyeld meg, hogy megváltozik, hogy veszély közelettével megváltozik a hangja. Ezek szakkönyvek, ugye így írják, veszély közelettével. És akkor távolodott tőlem a saját szőke gyerekem, és közeledett, mint veszély a Bíbic hangja irányába. És egyszer csak megváltozott a Bíbic hangja, hát én azt hittem, hogy tehát az, hogy ekkora gyerekem így tanít engem meg, hogy milyen a Bíbic fészekféltő hangja. Tehát amikor veszély közeledik, és én láttam, hogy az én ekkora gyerekem a veszély, hát kész voltam teljesen, és a mai napig kész vagyok emiatt. Olyan emlék, hogy tudja a fiam, mert már hallottam, amikor valakinek elmeséltem, tehát tudja, de azt talán nem tudja, hogy a mai napig
megfulladok, annyira tudnék bőgni ettől a csodálatos megélt pillanattól, ahogy ő veszélyhelyzetté tette magát, és így megmutatta nekem a bicfészek férfi hangját. Gyönyörű volt. Hát azt mondta a művésznő, volt egy kis kétség, hogy tudunk-e még egyszer ennyire beszélni, és még mennyi mindenről nem beszéltünk, mert nem beszéltünk Koltai Róbertről, Őrsi Istvánról, a rendezésről. De az melyik? Az Őrsiről is. Úgyhogy ezt most sajnos ki kell hagynunk ismét. És melyik lett volna az Őrsi Pista? Mindjárt elárulom, az a kölcsönhatás lett volna, de sajnos ennyi fért bele, tehát már így is maximálisan kimaxoltuk. Köszönöm. Ezt a második részt is. Élmény volt, mindig élmény. Köszönöm. Remélem, még egyszer fogunk beszélgetni, mert ez is mutatja, hogy mi mindig van téma. Csak most már nem, mert meg azt szokták mondani, hogy a vízcsapból is ez meg az folyik. Tehát, hogy Isten őriz, hogy... Legyen egy harmadik rész. Nem, hát ne unjanak már meg, vagy valami. Messze vagyunk miattól. Úgy mondta Zsámbéki Gábor, a pogány... Igazságot oszt. Igazságot. A pogány igazságot oszt valahol. És... Hát ossza sokáig, ezt kívánom. Köszönöm. Én köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.